Szevasztok, huligánok! Most van egy picit elegem, de ezt félre ne értsétek, abból a szituációból, mert nagyon sok kezdőtől ezt hallom, hogy meg videós, ugye, aki belekezdett ebbe a dologba, és azt tapasztalja, hogy de nem oda lő, és akkor hát meg a zöldet mutat, de mégis lepattam meg izé, na akkor ezt most kezdjük előről, jó? Árkádban játszotok, ez nem azt jelenti, hogy az a zöld jelölő, az lesz az Úristen, sőt azt mondom, felejtsd el, felejtsd el, azért felejtsd el, mondom miért, ez, ha el kell magyarázzam, hogy ez hogyan működik, ezt úgy tudnám nektek elmagyarázni, ez egy lézer jelölő. Ez a lézer jelölő, ez azt mutatja, ha és amennyiben abban a pillanatban, ha elsütnéd a fegyvert, akkor oda fog becsapódni a lőszer, és ezzel már elmondtam mindent. Ez egy állót helyzetű tanknál, amikor te is állsz, ő is áll, rácélzol, akkor még mindig kell feltételezni egy tökéletes kalibrációt, egy tökéletes célzást, ugye a legénységen, és akkor eleleszted a lövést, és akkor talán oda fog becsapódni, ahova valójában mutatja. De ez egy online játék. Ergo, tök mindegy, hogy milyen gyors az internetünk, ezt független attól ott van benne az az idő, amíg te elsütöd a fegyvert, az elmegy a szerverig, a szervertől a kliensig, a klienstől a szerverig, a szervertől hozzád. Akármilyen időről is beszélünk, tehát század, ezred vagy mikron szekundumokról, akkor is benne van, és a következő ugye, hogy megértsétek, hogy ténylegesen ez egy lézerjelölő, és mindig az adott pillanatban ellőtt lőszernek a helyét, becsapódási helyét mutatja, próbálj meg eltalálni egy járó célpontot. Nézd, most hogyha rálövök, mert zöldet mutat, mögötte találtam el valahol a motort, az üzemanyagtartályt. Én nem azt akarom eltalálni, én a frontját akarom belőni. Akkor mit csinálok? Elé lövök, ha elét eltalálnám. Tehát elé lövök. Magyarul mondva, zöldre váltott az indikátorod? Nem. Miért? Mert a területre van rászegezve az előtte lévő földre, dombocskára, fűszára, tücsökre. Azon meg nincs mit átütni. De nem számolja neked ki a ballisztikát. Hát azért haver, azért minden nem kell ám, tehát azért na. És azért mondom azt, hogy árkád, oké, játszál, mert tényleg senki nem, én legalábbis nem vetek rád követ ezért, mert én is szoktam ostromozni. De tehát ez, amit te azt hiszed, és ezerszer elmondtam, amire azt mondod, hogy ez segítség, a legnagyobb parasztvakítás, ugyanúgy a repülőben is. Ha beviszel egy olyan járművet, aminek van tűzvezérlése, vagyis tűzvezetése, ugye, a kompjútere, és mutatja azt a kis karikát, akkor megnézheted, Gepard, az már nekünk tökéletes. És ugye a következő, ugye árkád módban vagyunk, tehát, ugye, ha becélozzuk a célpontot, akkor mutatja. Viszont, ezt figyeld, ott jön, ugye ha becélozzuk, akkor a sajátja, látod, nem ugyanott van, tehát a kettő nem ugyanott van, az csak egy mankó, nem számolja jól a ballisztikát, ugye, és nem fogja helyetted kiszámolni. Tehát most is egy kicsit, ugye elé, vagyis mögé céloztam annak az indikátornak, úgyhogy ennyire higgyél neki. Ez abszolút tapasztalaton múlik, illetve azon múlik majd, hogy megtanuljad a ballisztikát használni. Lásd, azért vannak a nyomjelző lövedékek, hogy ezeket a dolgokat tudjuk alkalmazni. Na. Úgyhogy ennyit erről, többit az őrszobán. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ezért érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, hogy realisztikus módban játszotok. Szevasztok, huligánok!